Sokkal egyszerűbb lenne szerintem mindenkinek, hogyha nyíltan beszélnénk dolgokról. Az én kisfiam egyébként két és fél évesen kézzel írt, három nyelven beszélt. Egy mai szülőnek tudnia kell az autizmussal kapcsolatban is válaszokat adni a gyerekének, mert az autizmussal szembenézni egy jó dolog. Az Apaidő Podcastot a Vodafone Podcast Pioneers programja támogatja. Nagy szeretettel köszöntöm az Apa Idő Podcast nézőit és hallgatóit. Kertész András vagyok. A mai műsorban az autizmusról lesz szó. Néhány héttel ezelőtt azon gondolkodtam, hogy jó lenne olyan műsorokat készíteni, ahol azokat a témákat dolgozzuk fel, amelyekről sokkal kevesebbet beszélünk, mint amennyit kellene. Ilyenek például a hátrányjal élők témái, a vakok és gyengénlátók, a süketek, a Kerekesszékkel élők és az autizmussal élők témája is, amiről egyrészt nem beszélünk, másrészt nem úgy beszélünk róla, ahogy én szerintem kellene. Ezért gondolkodtam, hogy készítek ilyen adásokat, és jött a megkeresés, hogy lehetne két csodálatos vendéggel együtt gondolkodni és beszélgetni arról, milyen a mai helyzet autizmussal kapcsolatban Magyarországon. Ezért meg is hívtam őket a stúdióba, úgyhogy nagy szeretettel köszöntöm Zádori Henriettát, a szikra Tehetséggondozó Egyesület elnökét. Sziasztok, szia! És Pintér Adát, aki az Együtt az Autistákért Alapítvány kommunikációs menedzsere. Hello, sziasztok! Szervusztok, köszönöm, hogy itt vagytok velünk. Az autizmus egy, egy olyan téma, ami... A, akik, akiket érint, azok nagyon sokat foglalkoznak vele. Akiket nem érint azok egyáltalán nem foglalkoznak vele, és én azt gondolom, vagy legalábbis az eddigi tapasztalatom az, hogy valahogy az iskola rendszerünk, és ezáltal a társadalom se nagyon foglalkozik az autizmus kérdésével. Tehát nincs, nincs a köztudatban, tehát nincs a közbeszédben az autizmus, pedig valószínűleg kellene, mert hogy nagyon sok olyan téma van az autizmushoz kapcsolódóan, ami azért fontos társadalmi jelenségekre világít rá, és és felvett fontos kérdéseket azzal kapcsolatban, hogy mi hogyan gondolkodunk magunkról, másokról. Mi a helyzet ma autizmus téren? Ti hogy látjátok, akik nap mint nap foglalkoztak ezzel a témával? Hát akkor kezdem én, így hogy látjuk. Tehát az Egyesületünk 2019-ben alakult éppen emiatt, a saját érintettség miatt, azt láttuk, hogy a gyermekemet nem, nem tudom sehova beilleszteni, tehát sem az óvodába, sem az iskolába. Tehát így, így, ilyen zárt kapukon kopogtattam folyamatosan, és azt éreztük, hogy ha magunk nem lépünk ez ügyben, akkor, akkor el fogunk veszni ebbe a rendszerbe és 2019-ben öt gyermekkel indultunk neki az Egyesületnek, jelenleg 500 gyermekkel foglalkozunk, és most én már azt látom egyébként, hogy, de lehet, hogy azért, amit mondasz, hogy nagyon érintettek vagyunk, ezért nagyon ezzel foglalkozunk, hogy egyre több embert tudunk elérni. Tehát ugyanúgy az Együtt az Autistákért Alapítvány is Ö, rengeteget beszél róla, hogy ö, az elfogadásról a mindenki más, és ez így tökéletes erről, valamint mi is nagyon sok ö, ö, munkát fektetünk az edukációba. Úgyhogy ö, azt hiszem, hogy a mi kis környékünkön érden, most már mindenki tudja nagyjából, hogy mi az autizmus, de gyakorlatilag maga az oktatás, az óvoda, az iskola, a munkahelyek, ott még rengeteg dolgunk van. Nekem negyedik osztályos a kisfiam, én tanítom otthon, mert az integráció sajnos még, még nagyon messze áll attól, hogy, hogy még bemerjem engedni. Ada. Te nem vagy, ha jól tudom, érintett direktbe az autizmus kapcsán, viszont nagy öröm, hogy felvállaltad ezt, és, és dolgozol az Egyesülettel. Te hogy látod az autizmus helyzetét ma Magyarországon? Én egy kicsit reflektálnék arra, amit mondtál az elején, hogy ugye mindig azt, az arról tudunk, amivel foglalkozunk, illetve nagyon sok mindenről nem tudunk, de ez általánosságban mindenre igaz. Viszont azt gondolom, hogy azért a mai világban már, és főleg a fiatalabb generációknál sokkal nyitottabbak és érzékenyebbek is a másra, a, azokra a dolgokra, amik nem feltétlenül a normálisnak vannak bekategorizálva, illetve már mit mondhatunk normálisnak, mert hogy igazából már nincsen, hogy normális, vagy mindenkinek más a normális. Üm, és tök érdekes az, hogy amióta itt dolgozom, és mesélem embereknek, hogy hol dolgozom, azóta én is egyre több emberről tudom, hogy érintett. Tehát valahogy Azért ezt tabu témaként kezelik az emberek, ahogy nagyon-nagyon sok minden mást is, holott egyáltalán nem kéne, mert sokkal egyszerűbb lenne szerintem mindenkinek, hogyha nyíltan beszélnénk dolgokról. És az alapítványnak 2018 óta vannak érzékenyítő kampányai, edukációs kampányai, pont azért, hogy minél több embernek egy kicsit felnyissuk a szemét, minél több embert megismertessünk a témával a kapcsolatban, hogy ha mondjuk egy olyan szituációban találkozik egy emberrel, ahol nem érti, hogy most ő miért így reagál, vagy miért, miért, úgy viselkedik, akkor mondjuk lehet, hogy beugorjon, hogy ja, hát lehet, hogy ő autista. És innentől fogva akkor lehet, hogy elfogadóbb lesz, vagy más, hogy áll a szituációhoz hozzá. Amit én felszoktam hozni tém, vagy példának, az nagyon sokszor az, hogyha mondjuk látunk egy anyukát egy gyerekkel az utcán, és a gyerek éppen csapkodja magát a földhöz, vagy nem úgy reagál valahogy, ahogy mondjuk normális ember ezt elvárná, akkor így meg szoktunk állni és rökönyödni, hogy na hát az anya nem bír a gyerekével. És ö, nyilván ilyenkor nem gondolunk abba bele, hogy lehet, hogy más van a háttérbe, és mondjuk lehet, hogy az a gyerek érzékeny a hangokra, vagy nem tudja feldolgozni azt a sok ami éppen történt vele. Tehát, hogyha egy kicsit tájékozódnánk, akkor lehet, hogy, hogy ilyen helyzetekben nem ítélkeznénk, vagy mondjuk egy kicsit segítőbb oldalunkkal állnánk, mondjuk az anyukához, vagy a gyerekhez hozzá. És amit Heni is mondott, hogy az iskolákban mondjuk, vagy óvodákban nincsenek erre felkészülve. Azt gondolom, hogy azért itt is nagyon fontos az, hogy nem csak az emberekkel általánosságban megismertetni a témát, hanem az, hogy a pedagógusok vagy a szakemberek is felkészüljenek jobban arra, hogy, hogy hogyan kell egy, egy mondjuk autista gyerekkel viselkedni. Én mindenképpen szeretném, hogy mielőtt beleássuk magunkat ebbe a témába, tegyük tisztába. Mi az, hogy autizmus? Nyilván más oldalról tudjuk szerintem Hennyvel ezt a témát megközelíteni, mert ugye ő benne van, mint anya. Én meg azt tudom mondani, amit ugye megtanultam róla az elmúlt időszakban azt mondjuk, hogy valaki autista, akkor általában ugye az eső ember és a zseni és nagyon különleges emberek jutnak eszükbe róla, de ez nem feltétlenül igaz, és mondjuk a sütikék kampányunk is pont erről szólt az év elején, hogy, hogy az autizmus egy nagyon széles spektrumon mozog, és ez nem jelenti azt, hogy, hogy mindenkinek ugyanazok a tünetei, hogy mindenkinek ugyanazokban a szituációkban nyilvánulnak meg ö, ezek a tünetek, vagy például azt, hogy mondjuk mindegyik zseni. Nyilván nem lehet gyógyítani az autizmus, tehát ez nem egy betegség. Ugye ezt is nagyon sokan azt ez fejleszteni lehet. Lehet, lehet vele foglalkozni, de aki autizmusra született, az, az nem lesz kigyógyítva az autizmusból. Oké, okay, akkor csak, bocsánat, akkor csak ezt rögzítem. Tehát az autizmus az nem egy betegség. Nem. Oké. Okay. Menjünk tovább. <laughs> az is tévít, hogy minden autizmussal élő zseni, ugye ez, ez is szokott egy ilyen általánosság lenni. Nyilván ez a médiának vagy a filmeknek köszönhető, hiszen általában a filmekben például az eső ember vannak, ugye az autisták beállítva zseniként. Ez csak egy. Ö, Véletlen egybeesés, hogy persze attól, hogy valaki autizmussal él, attól lehet kiemelkedően tehetséges valamilyen területen Ergo Tehát azért tényleg, ahogy mondtam, ez egy nagyon széles spektrumon mozog, lehet, hogy valakinek nagyon enyhén jelentkezik, valakinek meg mondjuk élete végéig segítségre van szüksége, mert nem tud önálló életet élni. Tehát, hogy ez tényleg egy ilyen nagyon megfoghatatlan dolog igazából, tehát lehet, hogy ezért is nehéz embereknek megérteni vagy befogadni ezt az állapotot, de azon vagyunk, hogy, hogy próbálkozzunk. Így van, itt vagyunk most együtt ma, és mi is ezért készítjük ezt a műsort. Heni, mi az autizmus? Hát én mondanék pár nagyon jellemző dolgot, azt hiszem, hogy ezzel így a külső szemlélők is egy kicsit jobban érteni fogják. Tehát én, mint ö, autista gyermeket nevelő, azt mondanám, hogy a rugalmatlan viselkedés az, az nagyon jellemző szinte minden autistánál. A szociális ö, problémák, az elfogadás, tehát nekik, ö, nekik nehezükre esik adott esetben egy barátkozás, egy kapcsolódás a kortársal. Ez nagyon sokféle dologtól is függ, akár egy... Ö, túlérzékeny, szenzorosságból túlérzékeny ugye a hangokra, a szagokra és minden egyéb olyan dolgokra, ami, ami nekünk nagyon könnyen feldolgozható, hogy bemegyünk egy bevásárló központba és ott fény is, és és minden úgy hirtelen rengeteg inger ér minket, nekik ez ez nagyon nehéz. És azt hiszem, ami még fontos most itt a táborunkkal kapcsolatban, amit látok, hogy, hogy tényleg mindenkinek lehet látni, hogy hol telítődik meg, és azt, ha mi nagyon jól reagálunk rá, tehát észrevesszük, félre visszük, kicsit megnyugszik, visszamegyünk, és tökéletes. Tehát azt hiszem, hogy tök mindegy, igazából, hogy mi az autizmus, hogyha megtanuljuk mi ö, reagálni a gyerekre, akkor, akkor minden probléma megelőzhető, én azt veszem észre. Tehát mondok egy példát iskola mi osztályban, ugye 30 fős általában egy osztály, és benne van a 30 főben egy autizmussal élő gyermek. És hozzánk fordultak, hogy, hogy a szünetben egyszerűen szétesik a gyerek. Miért? Mert az nagyon hirtelen történik a szünet, mindenki feláll, rohangál, pisilni, amit el lehet képzelni, ugye ezt ő nem, neki a rendszer, szüksége van a rendszerre. Lássa, mikor van vége, és az az ötletünk volt, hogy oké, okay, neki 5 perccel szünet előtt legyen vége, nyugodtan elmegy mosdóba, kimegy az udvarra, Time timer az a mi ö, egyik szent dolgunk, hogy lássa az időt, hogy mikor lesz vége a többieknek, kimegy, oké, okay, van 10 perced ez a szünet, ő az belövi, felkészül a gyerekekre, és megszűnt a probléma. Tehát ö, annyira apróságok segítenek neki, hogy a tanulásban ö, visszatért, hogy ö, nagyon jól tanul. Ugye azt mondják a problémás gyerekekre, hogy hátra üljenek, hátsó sorba, ne látszódjanak, ne is vegyünk róla a tudomást. Na itt ez. Egy, annyira egy butaság, mert megpróbáltuk, hogy legelőre ültetjük a gyermeket, lássa egy az egybe a tanárt, mert ha előtte vannak a gyerekek, akkor mindenféle elkezd fókuszálni, és a tanárig nem jut el a figyelme, mit kap ezért ő a rossz gyerek, rosszul tanul, stb. Tehát ténylegesen differenciáljuk a gyerekeket, akkor annyi-annyi akkor probléma megoldható, és ha egy picit több figyelmet szentelünk nekik. És azt hiszem, hogy egyre jobban be tudunk férkőzni az iskolákba, ovodákba, de még, még azért nem tartunk ott, hogy ez működjön. Úgyhogy az autizmusnál azt mondom, hogy egy viselkedési nehézség, egy viselkedési probléma, nem feltétlen tudja kontrollálni az érzelmeit, nem feltétlen tud arra figyelni, amit a másik ember mond, mert nagyon egyedi az ő, ő kis világuk, tehát ha mondok erre is egy példát, a csillagászat. Tehát őt ezt foglalkoztatja, a végletekig a csillagászat, akkor ő, ő azt gondolná, hogy a másik embert is ez érdekli, és nálunk ez rendszeres, hogy leül, és akkor, hogy vagy, kérdezzük, ugye, hogy mi újság -e nálad, és akkor a, a bolygók állása, nem tudom, és, és nem tud hirtelen átérni arra, hogy ő érzelmileg hogy van, mert őt ez érdeki. Egy fantasztikus világ egyébként, hihetetlen tényleg, tele-tele szeretettel, és képtelenek hazudni, tehát egy, egy ilyen csodálatos uh, minta, azt hiszem, hogy minta, mert, mert ott, ott nincs olyan, hogy kertelünk, vagy megcsaljuk egymást, vagy, vagy uh, ilyesmi, mert, mert annyira egyenes egy, uh, egy kis, kis világ. Igen, valószínűleg, hogyha belelátunk az ő világukba, ahogy ők látják a mi világunkat, a közös világunkat, akkor, akkor valami szép tárul fel előttünk. Ha jól értem, akkor viselkedésről és reakciókról beszélsz, amin, meg beszéltek, amin keresztül mi, mi rá tudunk nézni, meg tudjuk érteni ezt. Milyennek a biológiai oka? Ez egy, ez egy neurológiai kérdéskör? Ez egy... Hát az, ho Honnan jön? Hogy azt alakul mondják, ki? Hogy genetika még mindig nem tudják, hogy mi az autizmus konkrétan, de, de azt mondják, hogy genetika. Most volt a népszámlálás, és azt hiszem, hogy a legújabb statisztika alapján minden 56. személy érintett Magyarországon tényleg mindenkinek van ismerőse. Ha ő nem is gondolja, vagy nincs diagnózisa, akkor is ott van. Ugyanúgy, mint nálunk gyerekkorunkban volt egy osztálytársunk, mondjuk, aki fura volt, nem volt megnevezve, de most most arra meg lenne nevezve. Egyébként szerintem ez egy kulcs dolog, hogy most már vannak ezeknek nevei. Holott régen csak az volt, hogy jaj, nagyon rossz gyerek, nem tud a seggén ülni", pedig lehet, hogy csak egy kicsit hiperaktív volt. Igen. Tehát, hogy, hogy most már nevén nevezzük, vagy mindennek találtak nevet, illetve Egyre több dologról tudunk, ami régen is volt, csak akkor máshogy volt elkönyvelve. Tehát szerintem nincs az, hogy többen lennének feltétlenül, vagy ez nem bizonyított, hogy többen lennének autizmussal élők, csak régen mondjuk nem tudtuk, hogy, hogy ő azért rossz tanuló, mert autista, vagy azért nem tud viselkedni, vagy azért így reagál, mert autista. De egyébként azt gondolom, hogy a, a mai szemléletmód a gyerekneveléssel kapcsolatban, ez a válaszkész nevelés, ez pont egyébként az ilyen viselkedésekre, meg reakciókra tökéletesen tud működni, mert hogyha figyeled a gyerek reakcióit. Csak nyilván ez mondjuk egy iskolából óvodában azért nehézkesebb, de kisebb csoportoknál, vagy hogyha olyan nevelési módszereket alkalmaznak az adott iskolában, azért most már szerintem ez azért kezd tendencia lenni, hogy, hogy tényleg jobban odafigyelnek az egyénre, és nem akarják ugyanazt a kis sémát ráhozni minden gyerekre, akkor ez tök jól tud működni. Ez nagyon fontos, és, és már csak azért is, hogy mondod a nevelés tekintetében, hogy itt az Apa idő podcastban vagyunk. Ez azért született ez az adás, ez a műsor folyam, hogy, hogy beszéljünk olyan témákról, amik a modern szülőknek fontosak. És én azt gondolom, hogy egy modern szülő, egy mai szülőnek tudnia kell az autizmussal kapcsolatban is válaszokat adni a gyerekének, érzékenyíteni a saját családját, a saját gyerekeit. Mert hogy, hogy pontosan azért, hogy, hogy a mi gyerekeink már ezt sokkal-sokkal jobban kezeljék, mint hogy esetleg mi kezeltük általános iskolában, mert ahogy mondod, annak idején dolgoknak nem voltak nevei. Tehát én diszgráfiás, diszlexiás voltam, és én ezt éltem annak idején, hogy én 16 éves voltam, amikor az első könyvet elolvastam életemben, és, és ezzel senki nem foglalkozott. És a szüleink, akik hát próbáltak segíteni, meg minden a saját kis módszereikkel, amik nagyon szűkös volt a tárháza, a tanárok azok hát vagy elnézték, vagy nem, vagy haragudtak, vagy egyest adtak, de hogy igazából nem volt segítség ezekre a témákra, nemhogy egy autizmussal élőnek. Tehát hogy voltak a buták, meg az okosok, a szépek, meg a csúnyák, a jók, meg a rosszak, és nagyjából ezzel így ki is végeztük. Pedig egyébként nem csak azért fontos, hogy mondjuk egy szülőképben legyen, vagy egy felnőtt, hogy mondjuk a gyerekét tudja érzékenyíteni, hanem esetleg a saját gyerekében felismerni, és nem a homokba dugni a fejünket, hogy jaj, hát ő csak lusta, vagy későnérő, vagy valami, hanem hogyha ha egy kicsit jobban képben vagyunk ezekkel a dolgokkal, akkor lehet, hogy időben felismerjük, hogy lehet, hogy a gyereknek van ADHD-ja, van e, e, autizmusra utaló jelet, tehát tényleg bármi, ami a időben lehet segíteni, vagy fejleszteni, vagy olyan közeget teremteni neki, amivel a gyerek is jobban fogja magát érezni, illetve a szülőnek is könnyebb lesz. Abszolút, Hát nekem ugye a családban van érintettség, és én végignéztem a, a a, ennek a gyermeknek a, a, a születésétől kezdve az egész útját, és most is követem természetesen, hiszen elég közel van hozzám, és, és hát az első évek azok azzal teltek, hogy egyrészt cuki, másrészt mintha egy kicsit más lenne, de lehet, hogy mégse, de ugyan, ugyanem más, és akkor ugye az ugyanem más az átfordul oda, hogy jó lehet, hogy egy picit más, akkor jó lehet, hogy nem is egy picit más. Hanem, 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 sokkal másabb, mint mások, és akkor utána, de akkor vajon hogyan más, jön a kérdés, ki mondja meg, hogy, hogy hogyan más, hogy mi itt a probléma, és akkor megyünk tovább, és tovább, és tovább, és akkor évek telnek el, mire valaki szembe jön, aki azt mondja, hogy hát ez a gyermek mondjuk autizmussal élő. És akkor akarjuk ezt a bélyeget? Nem akarjuk ezt a bélyeget? Ezt, ezt most leírják? Ne írják le? Ha leírják, akkor utána az nem lehet visszavonni. Akkor, mm -mm. és akkor, amikor a család beleáll ebbe, és elérkezik oda, hogy oké, okay, akkor, akkor, akkor ezt mi ezzel szembenézzünk, és akkor ezzel fogunk együtt élni, akkor utána elindul egy olyan lehetősége a fejlesztésnek, ami aztán ugye korlátozott, mert hát Magyarország kisország, olyan, amilyen, tehát hogy, hogy annyi lehetőség van, amennyi, és akkor ugye erről beszéltél, Henny, te is az előbb, hogy, hogy az integráció, az intézményrendszer, a stb. stb. Ez, ez, ez nehéz. Illetve én még visszatérnék akkor egy pillanatra ahhoz, hogy, hogy mi hogyan kezeljük, hogyan ismerjük fel a gyerekeinkben ezt a dolgot. És Ugye ezt úgy hívják, hogy, hogy autizmus spektrum zavar. És ez a spektrum szó, ez, ez nekem nagyon, uh, nagyon kifejező. Mert hogy ugye arról beszélünk, és még mindig itt a diagnózis fázisában vagyunk együtt közösen, hogy arról beszélünk, hogy, hogy nagyon más egy autista és egy másik autista. És, és, erről beszélnünk kell, hogy óriási különbségek vannak. Van a kicsit, van a nagyon, van a közepesen, meg egy csomó-csomó színárgyalata. Heni, hogy van ez? Nagyon érdekes, hogy bárhova mi a fiammal jelentkeztünk, emlékszem, hogy rettenetesen mérges volt, amikor megkérdeztek, hogy de mennyire autista? Ettől a szótól így már már vert, és akkor mondtam, hogy no, most megfordulunk, és innen elmegyünk. Tehát nem, tőlem ne kérdezzenek ilyet. Miért? Most is, nem tudom, egyszerűen egy szülőnek, ugye mindenkinek van, ahogy mondta az Ada az elején, hogy az ember és autó, akkor az, az biztos, hogy... Nem tudom, tehát nem, nem jó dolog. Hát nincs ismeretük a témával kapcsolatban, <laughs> Igen. és ez a legnagyobb probléma. És, és, és 2020-ban jelentkeztünk a fiammal táborba, annak idején, és többfélében fizetősben, és mindenhol auti, ó, autista nem jöhet. Autista nem jöhet. Holott az én kisfiam, egyébként, csak amit tudni kell róla, ő magasan funkcionáló, nagyon jó kommunikációs képességei vannak, azon kívül, hogy két és fél évesen kézzel írt, három nyelven beszélt, stb. Tehát ő ebben a kategóriába tartozott, igen, nem szereti a sok gyereket, stb. Tehát megvannak a maga problémái. De jeleztem, hogy én mennék segítőnek. Nem, 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 sehogy se. És akkor találtuk ki, hogy akkor ezzel nem csak mi küzdünk, én a gyerekemmel, hanem akkor ezzel mindenki küzd. És akkor hoztuk létre a szikratábort. És a legelső, aki segített így ebben a szikrának, az az együtt az autistákért alapítvány, azonnali ők voltak a legelsők, akik mellékeltek ebbe. Ezzel csak azt szeretném kifejezni, teljesen eltértem a tártól, de, de hogy rettenetesen nehéz magát a szót helyre tenni. Tehát, hogy ne szitok szóként kezeljék az autizmust. Én őszinte leszek, én nagyon sajnálom, hogy eltörölték Magyarországon az Asperger-szindróma szót, ugye, mert most már így egybe kezeljük az autizmust. Mert az Aspergernél volt egy ilyen ö, kicsit így ö, megfogható dolog, hogy ő a magasan funkcionáló, és, és be tudtuk helyezni a saját gyerekeinket. Ugye, nálam körülbelül egy, egy fél év volt maga a gyász folyamat, amin minden szülő átesik. Nálam is elképzeltem, hogy nekem milyen lesz a gyerekem, tele lesz a ház a szomszéd gyerekkel, és megyünk, és fú, de fantasztikus, és Budapest belvárosában közlekedtem, és a Deák téren ment egy ovis csoport, és akkor így így jött egy ilyen, ö, nem is tudom milyen érzés, és ott én két órán keresztül bögtem, hogy, hogy ez az én gyerekemmel nem fog megtörténni. Nem biztos, hogy az összes nézőnk és hallgatunk tudja, hogy az autizmusnak van egy olyan jele, vagy egy olyan velejárója, hogy a, hogy a gyerekek, hogy a, a sok inger, ami írja a gyerekeket, az nehezen feldolgozható, nehezebben feldolgozható. Igen. Ezért mondod azt, hogy tele lesz a ház gyerekekkel, nem lesz tele. Igen. Hogy, hogy nagy, nagy osztályba, nagy közösségbe. Uh, ott fog játszani vidáman, és körülötte a rengeteg Igen, gyerek. Én én teljesen ezt így azt gondoltam, hogy úgy fogunk élni, mint egy normál, átlagos család. Ehhez képest, ugye mi történt? Az történt, hogy egyre szűkült maga a kör, és végül arra döbbentünk rá, hogy egyrészt a barátok eltűntek mellőlünk, a szülők, a nagyszülők nem értették, nem tudják, mi történik, és pont a generációs probléma jött, mert ők az autizmust máshogy gondolják, mert az én édesanyám is azt gondolta, hogy az autizmus az, hogy ő majd ott a sarokba fog ülni, nem tudom, fejmozgatás, és nem beszél, stb., és nem tudják hova tenni azokat a gyerekeket, akik, akik nem feltétlen látszik maga ugye az autizmusa. És mi konkrétan ezekkel a gyerekekkel foglalkozunk. Hát a táborunk legfantasztikusabb dolga az volt, amikor 14 éves autista gyerekek, elkezdtek beszélgetni, és megszületett a barátság, és így nem hittük el. Tavalyi évben lett már egy szerelem is a tiniknél, és így, úr, és megfogták egymást. Tehát fantasztikus. Tehát ezt látni, hogy, hogy, jól érzik magakat, kis létszámú csoportokban, látjuk, hogy mi kell nekik, és azonnal reagálunk rá. Tehát van út, van segítség. Igen. Beszéltünk arról, hogy mi az autizmus. Ada, beszéljünk egy kicsit arról, mi nem az autizmus. Nagyon sok olyan jel van, amit aki hivatalosan nem autista, az is produkál ilyen viselkedést vagy reakciókat dolgokra. Tehát igen, neked is, hogyha nagyon sok inger ért, akkor utána jó nyugiba elvonulni egy szobába. Abszolút, abszolút, vállalom. És ne senki. Vagy hogyha nagyon sok olyan zaj van, akkor te is egy kicsit olyan. Paprikásabb leszel, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Három de... gyerek mellett? Tehát olyan ingerlékenyebb, vagy vagy ha rosszkor rosszul szól hozzád valaki. Tehát, hogy azért azt gondolom, hogy, hogy ha ezekbe a szituációkba belegondolunk, hogy mi magunkon, akik hivatalosan nem autizmussal élők is, szokták így érezni magukat, vagy neked is lehet sok egy-egy dolog, akkor ők, akik extrán érzékenyek ilyen helyzetekben, akkor náluk ez hogy sül el. Tehát, hogyha csak egy kicsit így önreflektálunk, akkor azért teljesen más, hogy fekszik a gyerek. Én is, amikor az autizmussal kezdtem foglalkozni, akkor akkor felfedeztem ugyanígy magamba ezeket a jeleket, és egyébként pont ezen keresztül saját magamat elkezdtem jobban érteni. Tehát, ahogy, hogy vannak természetes emberi reakciók, amik egyébként az autistáknál lehet, hogy a, a reakciók érzékenyebbek, vagy nagyobbak, vagy jobban nagyobb hatást keltenek külső ingerek például, de hogy ez ugyanolyan normális, mi beszéltünk már erről, hogy mi a normális, ez ugyanolyan normális, és hogy én is elfogadhatom saját magamtól, hogy amikor telítődik az idegrendszerem, amikor már nem tudok többet feldolgozni, amikor, akkor elszabad vonulni például. És ugye az autistáknál ez kifejezetten e, fontos, hogy, hogy, biztosítsunk számokra a nyugalmat, hogy amikor az idegrendszerük túlterhelődik, akkor ők el tudjanak vonulni. Illetve például azt megérteni az autistákkal kapcsolatban, hogy mennyire nehéz nagy, nagy terekbe belépni. Például. Tehát, hogyha rögtön belép egy és egy óriási tér fogadja ott, akkor az, 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 az nagyon érzékenyen érintheti egy, egy, egy autistát. És hogy miért, miért kezd el pánikolni egy gyerek egy plázában? Ahogy te is mondtad, Rada, amikor a, amikor látunk egy gyereket a pláza közepén, akkor tudjuk, hogy ott nem biztos, hogy a, a szaranya szarapa kategória ölt testet, hanem ott arról van szó, hogy, hogy egy nehéz helyzetben. Hát vagy szinte a gyereknek az idegrendszere túl. Igen. Mi nem az autizmus? És azért, azért kérdezem, elárulom a nézőinknek és hallgatóinknak is, hogy, hogy én beszélgettem azzal az édesanyával tegnap a családomban, akik, a, aki érintett, akik érintettek ebben a témában, és ő mondta, hogy legyen szó a mai adásban mindenképpen arról, hogy mi nem az autizmus, hogy erről az oldalról is tegyük tisztába a kérdést. Nem betegség. Tehát ugye ezt Aha. akkor már kimondhatjuk. Igen, nem gyógyítható, igen, ezáltal nem egyértelmű, vagy nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő zseni, tehát, hogy, mert ugye nem eső emberek, uh -huh. akkor ez így egyértelműen nem az autizmus. Uh -huh. Talán amiről nem beszéltünk, hogy az autistáknál kiemelten fontos a, a keretek, a szabályok és a, az idő ezt akartam előbb az egyébként mondani, amit mondtam, hogy elfejtettem, hogy mit akartam felhozni, hogy egy kisgyerek mi a legfontosabb a napi rend? Mert hogy tudja a menetrendet, és az ad neki biztonságérzetet. Tehát igazából a kisgyerekek pont ugyanígy működnek. Igen, csak nem feltétlenül, hogyha azt mondjuk neki, hogy mindjárt megyünk, akkor ez, ez nem elég. Tehát, hogy nálunk is nagyon-nagyon sokat jelent a vizuális támogatás, tehát adott esetben képkártyák napi rend folyamatábra, tehát, hogy neki ezt fel kell dolgoznia, és neki így könnyű feldolgoznia. De már rájöttünk ugye az óvodában, hogy mennyire fantasztikus, amikor Elengedjük ezt, hogy az autista gyerekeknek, hanem azt mondjuk, hogy kirakjuk a mosdóba, a WC-be a folyamatábrát, és a többi gyerek is így néz, és milyen jó neki. Kirakjuk, hogy egymás után mi fog következni, ugye egy napi rend. Az autista gyereknek ez nagyon-nagyon jót tesz, a többieknek is jót tesz. És, és hogy így talán, hogyha így egybe kezeljük az egészet, akkor. akkor Könnyebben fog ez működni, hogy nem csak az adott egy gyereknek teszünk jót, hanem az egész kis ovis csoportnak. De ugyanígy szoktuk uh, megemlíteni, hogy nekünk is mennyire fontos, hogy a naptárunk ott van, mennyire fontos, hogy uh, akár egy receptet uh, előveszünk, és, és nem fejből tudjuk a receptet, hanem, hanem le van írva. Neki, nekik ezek nagyon nagy segítségek. És uh, a mai világra egy kicsit visszatekintve, amire így uh, Múlt héten nagyon sokat gondoltam erre, hogy hogy ó, mennyire rossz, hogy mindent online intézünk, és online bevásárlás, és így online-online. Aztán rájöttem, hogy ez mennyire jó lesz az én gyerekemnek, mikor felnő, mert ő nem szeret uh, kommunikálni mással, nem szeret uh, semmiért, és, és nem is kell neki mennie, tehát nem megelőzheti ezeket a dolgokat. Úgyhogy uh, azt hiszem, hogy ami most fog következni, a mi gyerekeinknek a Nekik ez jó lesz. Hallgatnak, néznek minket a szülők, és teszik fel a kérdést maguknak folyamatosan, remélem. Ú, uh -huh. hát akkor, öm, akkor az én gyerekem? autizmussal élő vagy nem, vagy kicsit vagy nem, vagy én. Ugye, ahogy mondtuk, hogy mi is föltesszük magunknak a kérdést, tök oké, okay, hogy megkérdezzük magunktól, hogy akkor nálunk ez hogy van, vagy mi mit viselünk jól, vagy nem jól. És ugye van egy csomó rövidítésünk, meg kifejezésünk. Vannak a diszek, ugye a diszgráfia, diszlexia, diskalkúlia, van az ESEN is gyerekek, van az ADHD is gyerekek, meg ö, mindenkinek van valami plecsni, amit vagy mi rá rakunk, vagy magára rakja, vagy valaki rá akarja rakni, de mi nem hagyjuk. Ugye, hogyha ez, ez, ez a mostani, ez a modern szülőségnek egy, egy része, hogy fejlesztésre jár a gyerek, millió és egy kérdésünk van, hogy milyen sportot, akkor az mit fog fejleszteni? Az azt fejleszti, amit fejleszteni kell, de lehet, hogy nem is azt kéne fejleszteni, lehet, hogy abban erős. De az erősséget kéne fejleszteni, nem? Vagy a gyengeséget, vagy lehet, hogy mind a kettőt. De hát hány nyelvet fog beszélni? De neki baja van, hát, a, 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 de hogyha diszkalkulás vagy diszlexiás, akkor lehet, hogy neki nem jó a. Tehát a, a, ezt reggelit tudnám Ilyes folytatni. Ez Ugye? Ugye? Ezt reggelig tudnám folytatni, és akkor ebbe beérkezik itt a, a, az autizmus, meg autizmussal élés, és a, a spektrum, és hogy a spektrumon hol, és akkor ugye ez egy 3 d dolog, tehát hogy nem csak így, hanem így is, de még így is, és akkor kapcsolódik hozzá egy csomó minden, szóval ezért kérdezem én is újra és újra, hogy mi nem az autizmus, tehát attól, hogy hiperaktív a gyerekünk, attól még nem biztos, hogy autista. Van egy nem tudom, tíz pontos dolog, tehát hogyha elérjük a nem tudom hány pontot, most azért mondom így, mert tényleg már régen kaptuk mi a diagnózist, hogy akkor hogy volt, tehát attól függetlenül, hogy én nagyon szeretek sorba tenni dolgokat adott esetben, attól én még nem vagyok autista, csak nagyon szeretek sorba tenni dolgokat, és kicsit autisztikus vagyok. Gyarmati Éva mondta annak idején, hogy egy kicsi autizmus mindenkiben benne van, attól függetlenül ő nem autista, mert ahhoz sok-sok mindennek össze kell állnia, hogy ezt a diagnózist megkapják. Én azt hiszem, hogy Magyarországon viszont, ha eljutunk addig, hogy diagnosztizálják, akkor az, az nagyon jól működik. Van, hogy másfél-két évet kell várni, mire odaérkezik a gyerek, és akkor utána másfél-két év, mire bármi ott történik. Ezért jó, hogy vannak alapítványok és egyesületek, akik, akiknek ez a célja, hogy ott is megsegítsék a gyereket, ahol, ahol, még esetlegesen nincs diagnózis, vagy várni kell, vagy most mi történik, várunk a szakemberre. Még visszakanyarodnék egy kicsit a három gyerekes anyukához, aki... Hello! Hello. <gül> <gül> hogy, uh, hogy, te is éled ezt, hogy, hogy, modern szülőként, hogy, hogy ilyen, meg olyan, meg amolyan, amit is csoroltunk, hogy mennyi minden bélyeg, meg mennyi minden szempont van, ami, ami, amihez valahogy igazodni kell. Nálatok ez hogy van? Mi, mi, mik azok, amik esetleg felmerültek? Vagy te hogy érzékeled a környezetedben? Hogy, hogy mennyire okoz ez stresszt? Ez azon is mondjuk, hogy te, mint szülő, mennyire vagy biztos magadban, illetve, hogy mennyire tudnak az ilyen dolgok befolyásolni, vagy megingatni a saját ö, dolgaidba. Tehát szerintem, hogyha te úgy érzed, hogy elég tájékozottál, mindent megtettél, vagy nem tudom, úgy neveled a gyereked, ahogy te jónak látod, akkor igazából nem kéne, hogy ilyen külső dolgok befolyásoljanak, vagy meginnoktassanak abban, amiben hiszel, vagy amit lát. Én azt gondolom, hogy emellett persze ne dugjuk homokba a fejünket, tehát hogyha a saját gyerekeden úgy érzed, hogy valami nem oké, akkor annak jobb utána járni, és azzal nem csak a gyereked dolgát könnyíted meg, hanem a saját dolgodat is. Mielőtt Freya megszületett volna, olvasgattam mindenfélét, és már nem tudom, hogy hol, de volt egy ilyen, hogy ne, legyek el, ne legyenek elvárásaid, amíg meg nem született gyerekeddel kapcsolatban hogy ő milyen lesz, hogy hogy fog kinézni, hogy majd mit csinálsz belőle, stb., hanem amikor megszületik, fogadd el olyannak, amilyen. És én ezt így nagyon elraktam magamban, mert annyira féltem, hogy úristen, én azt gondolom, hogy és majd nem olyan lesz, és akkor az mekkora csalódás lesz, hogy így próbáltam ettől így teljesen elzárkózni, és majd azt elfogadni, ami van. És szerintem egyébként valahogy a gyereknevelésben ezt így szem előtt jó tartani, ami marha nehéz szülőként, hogy egyrészt ne akard a te meg nem valósított álmaidat a gyerekbe kiélni, vagy mondjuk te elképzeltél valamit, ugye, hogy ő mit, mit fog sportolni, vagy milyen lesz, vagy hogyan lesz, és ő teljesen nem olyan. Ezt úgy, úgy fordítottam le magamban szülőként, amikor ezen a témán gondolkodtam, hogy, 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 hogy látni kell a gyereket. És én, én ezt gyakoroltam is sokáig egyébként, hogy mindig mondtam a gyerekemnek, hogy látlak téged. Mm. És mert hogy én azt gondolom, hogy lát. Tényleg látni kell, tehát hogy oda jönni, a jelenben lenni, látni őt az ő valóságában. És amikor amikor átengeded magadba, tehát nem a, a képet, amit te szeretnél látni vele kapcsolatban, nem egy vágyott állapotba szeretnéd eljuttatni, amire te vágysz, hanem látni őt, hogy ma ő hogy van, hogy ma ő kicsoda, hogy ma ő mekkora, hogy ma ő mire képes, hogy ma ő hogy érzi magát, és a mában, a mostban ott lenni, és látni őt a valóságában. De mondjuk ez, ez sok embernek nem megy. Mert azt mondja, hogy de hát én nézem, látom, de Igen. nem, tehát hogy nem De nem, 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 nem ugyan, látja. Tehát az nem ugyanaz. Igen. Nézni és látni. Igen. Ugye? Igen. Tehát látni kell, érezni kell. Nálunk a, a fiammal fantasztikus összhangban vagyunk, tehát tényleg csodálatos érzés is maga ez, hogy hogy mennyire tudjuk ő is, engem látja, szomorú vagyok, jön oda a pusztírgat. Viszont ki kell lépnünk a házból, ki kell lépnünk a társadalomba, és hiába én megyek mondjuk boldog, hogy mennyire elfogadok én itt mindent, amikor jönnek, hogy figyelj már oda, nézd már oda, mit csinálsz, autista, tényleg tehát egyszerűen kapjuk kintről az impulzusokat, mi konkrétan megkaptuk már, már olyat is, hogy a postáról, hogy hagyjuk el a postát, mert, mert épp kiakadt a fiam, akkor a, a boltból kizavartak, hogy zavarjuk a társad, a többieket a vásárlásban, de ugyanúgy a játszótérről nagyon sok gyerekkel. Tehát amikor jönnek ezek, akkor én egyszerűen nekem van egy olyan, nekünk van a párommal egy olyan dolgunk, hogy a gyerekelet nem fogok magyarázkodni senkinek, mert nem, miért? Tehát soha többet nem fogok vele találkozni, viszont a gyerekemet nem fogom abba a helyzetbe hozni, hogy elnézést kérek a viselkedésért, mert ő autista, stb. stb. Mi ezeket már, már nem szoktuk mondani, de, de még nagyon-nagyon sok szülő elkezdi a feje fölött az, a problémát beszélni, és már, már úgy érkezik hozzánk a szikrába a gyerek, hogy vele mi a baj, és, és mondani, hogy nincsen semmi baj, akkor a szülőkkel megbeszélni, hogy hogy ezt hogy tudjuk kezelni. Tehát nagyon-nagyon nehéz kezelni adott esetben. Tehát én, én lehetek elfogadó, meg lehetek meg én, én is a játszótére látom azonnal, hogy, hogy ki az érintett és ki nem, mert hogy annyira benne vagyunk, meg már a felnőttekbe is látjuk, ugye. Tényleg ez a egymást diagnosztizáljuk mindenfél éve. Hello! <laughs> és nagyon nehéz a, azzal a mi szüleink generációjával. Egyszerűen ott ott van egy olyan én ezt veszem észre, hogy ott van egy olyan, olyan meg nem értés. A, amit, amit nagyon nehéz ö, átnyomni. Óriási különbség van generáció, a generációs generáció között. Semmásodat Tehát egy egészen, egészen a más. Egészen más. Tehát az a, az a, mélység, az az utánajárás, az a megértési vágy, amit a, az az energia, idő, amit mi beleteszünk abba, hogy bizonyos témákba belássuk magunkat, megértsük, relevánsan reagáljunk rá szülőként. És még, most csak a szülőségről beszélek az egy egészen másfajta működés, mint ahogy a szüleink működtek. És nem arról van szó, kedves nagymamák, nagypapák, anyukák, apukák, eh, imádunk benneteket, nagyon szeretünk, és nem arról van szó, hogy rosszabb szülők lettetek volna, mint amilyenek mi vagyunk, sőt, csodálatos édesanyák és édesapák voltatok, meg vagytok, és nagypapák, nagymamák. Arról van szó, hogy nagyon máshogy működünk, és a tudatosság, és ez a rengeteg információ valamit tesz velünk. Azt teszi, hogy sokkal differenciáltabban uh, kezdünk el viselkedni bizonyos szituációkban, reagálni, és még mindig nem jól, nem feltétlenül jól, és még mindig nem feltétlenül okosan meg relevánsan reagálunk bizonyos helyzetekben, de hogy már értjük sokszor, hogy mit nem értünk, vannak kérdéseink. Jobb és tudjuk, be beismerjük vallani. Igen, és tudjuk, hogy mit rontottunk el. Igen. Igen? Én egyébként, amikor készültem erre az adásra, gondolkodtam, hogy ezt behozzam el, de, de nem tudom megállni, hogy benne hozzam, hogy az autizmus sokáig egy szitok volt, és lehet, hogy még ma is az. Ugye azt mondtuk, mm -hmm. hogy mi van, te vak vagy, nem látsz? Vagy ne legyél már ilyen béna, vagy hát nem hiszem el, hogy süket, vagy nem hallod, amit mondok? Vagy ó, ez autista, ez hülye. Ugye? Tehát, hogy benne van a hétköznapunkban a, mondatai, a, a mondataim, ah, hát te vak vagy, ah, ez autista, hagyjad, úgy érti. Tehát, hogy hogy állunk ma ezzel? Ti hogy látjátok, hogy mm. ezzel tényleg foglalkoztak? Még mindig szitok szó az autista? Még nagyon, még nagyon sok szor halljuk sajnos ezt. Ha még csak szitokszó lenne, még még azt is úgy nyelnék egyet, de amikor bántják őket, rengeteg-rengeteg gyerekünk éli meg a bántalmazást, a fizikai és a lelki bántalmazást, adott esetben nem feltétlen osztálytástól, hanem tanártól, ovónőtől, és, és azt nagyon-nagyon nehéz kezelni, nagyon nehéz őt megsegíteni, a családnak elmondani, hogy most mit tegyen, mert az én fiamat is bántalmazta egyébként óvónő, azonnal ugye kiemeltük, mentünk tovább, két óvoda, három óvoda, mire megtaláltuk a helyet, és és őszinte leszek egyik pontja, hogy nincs iskolába, tehát hogy én tanítom magántanulóként. Az egyik ez, mert próbálom védeni, de meddig tudom őt védeni. Tehát van az a korosztály, ahol ha bemegyünk érzékenyíteni, akkor ott fordítottan tud elsülni. Tehát azt gondolom, ha az óvodában elkezdjük, nem csak az óvodatársaknak, hanem a szülők egymás közt, és nem feltétlenül mondjuk ki magát az autizmus, nem kell kimondani, nem, hanem hogy, hogy igen, van a hallókészülékes, van a, a kis pösze, van a kis dadogó, van az vannak mások is, és ez így tök jó, és hogy egy kicsit ez, a, ez az inkluzió már az óvodában ott lenne, és a szülők egymás közé, is nem beszélnék ki a harmadik szülőt, meg a negyediket, akkor, akkor így elindulna valami, de amikor az interneten azt mondják, hogy hú, de elfogadlak, hú, de minden jó, kint találkozunk egy probléma, és már azonnal mutogat, és tehát annyira a virtuális világ és a jelen az élet maga annyira más, hogy, hogy, valami eszméletlen ég és föld között mozgunk, mi érintettek, én azt hiszem. Ugye, amit mondtál, hogy a nagyszülők mennyire más, hogy neveltek minket, vagy akár a szüleinket, a déj tök mindegy, hogy én ezt egyébként, én ezt egyébként így nem csak ebben a témában, de általánosságban észrevettem és gondolom, hogy a probléma nem a gyerekekből szokott fakadni, mert a nagyon picik pont leszárják már bocsánat, hogy milyen a bőrszíne, milyen más adottsága van testileg, vagy fizikailag, vagy tök mindegy hogyan, tehát a gyerekek nem ez alapján barátkoznak. Csak aztán ugye a szülőktől, meg a társadalomtól, ami körülveszi őket, azokat kezdik el ugye vissza, Mondani meg azokat a reakciókat, amiket ugye tanulnak otthon, meg látják, kezdik el alkalmazni. Úgyhogy itt igazából a szülőknek van marha nagy felelőssége abban, hogy a gyereket hogyan neveli, és mennyire lesz az a gyerek elfogadó másokkal szemben. Abszolút, és ezért is jó, hogy beszélgettünk erről ma, hogy, hogy megértsük, hogy ráérezzünk arra, hogy mi az, ami amiben nekünk is fejlődünk el ahhoz, hogy jól adjuk át a dolgokat, a szemléletet, vagy esetleg ne adjunk át olyanokat, ami, amit pedig mi kaptunk és nem szeretnénk továbbadni. És ahhoz, hogy egy picit még jobban belelássunk ebbe, most következzen egy bejátszás a sziklatáborról, hogy hogyan élnek ott a gyerekek, milyen a hangulat a táborban. A nyári táborok az önfelett szórakozást, kalandokat és új barátságok születését jelentik minden gyerek számára. Mi a helyzet azonban, ha a gyermeket eltanácsolják a táborozástól? Így történt ez Zádori Henni esetében, akinek az autizmus spektrum zavarral élő kisfiát elutasították több táborból is. Henni szerette volna, ha az ő gyermeke is átélheti a táborozás élményét, ezért néhány szülővel összefogva megálmodta a szikra táborokat. A szlogenjük magában foglalja a táborok eszenciáját, ők is megérdemlik. A Szikla tábor igazi siker történet. 2020-ban 40 gyerekkel kezdték érden, idén pedig már több mint 19 megyében indultak táborok, közel 500 autizmussal élő gyermek részvételével. Az egyik fő alapelv, hogy a tábor ingyenes maradjon a családoknak, amit eddig a támogatók segítségével sikerült is megvalósítani. Most érdem vagyunk az Érdi Szikra táborban. Három turnusunk lesz összesen ebben az évben, és ez az első hét, és az első hét záró napja. Szerintem ebben a táborban mindenki önmaga lehet, mindenki jól érezheti magát, és biztonságban érezheti magát. Megpróbálunk nekik olyan kereteket biztosítani, amik biztonságot nyújtanak számukra, de mégis szabadon és felszabadultan játszhatnak és ismerkedhetnek a többiekkel. Itt a tábor első napján ismerkedős napot tartottunk, és ezen a napon kézműveskedtünk a gyerekekkel. Aztán volt életre nevelő napunk, ahol egy, elmentünk a postára, és ott levelet adtunk fel a szülőknek. Voltunk a Szabai kertben, itt Érden, ami egy nagyon szép természetvédelmi terület, és ott volt kutyaterápiánk, volt, volt kincskeresésünk a Szabai kertben, illetve még jogaoktató is érkezett hozzánk. illetve ma van a vizes napunk, a mai programunk ez, és tegnap voltunk vonatozni Martonvásáron, ott pedig elmentünk fagyizni és játszóterezni. Amennyiben támogatni szeretné a sziklatábor munkáját, azt az alábbi számon teheti meg. Nekem még egy gondolat eszembe jutott, hogy uh, igazából nem is feltétlenül az a lényeg, hogy mit mondunk a gyereknek. Mert uh, az kicsit ilyen, persze, papolunk itt valamiről, de közben mi nem úgy viselkedünk, vagy amikor minket hal beszélgetni másokkal, akkor ugye tök mást hal. Tehát lehet azt mondani a gyereknek, hogy sportolja. Most csak ilyen példákat hozok. Sportolja, mert az milyen jó, hogyha te az életedben nem emelted meg a valagadat, és egyébként ott testpetsz a kanapén. Vagy egyéb zöldségeket, vagy gyümölcsöt, mert az milyen egészséged, de azt látja, hogy csak gyors kaján, meg mindenféle szaron élsz. Tehát, hogy igazából a példamutatás Sokkal fontosabb, tehát a gyerekek utánoznak minket. És ugye itt jön be az, hogy lehet mondani egy gyereknek, hogy jaj, legyél elfogadó, legyél nyitott másokkal kapcsolatban, hogyha közben azt látja, hogy ha az utcán találkoztok valakivel, akkor összesúgsz mondjuk a férjeddel, vagy a barátnődel, vagy bárkivel. Úgyhogy a gyerek ott van, és nyilván végighallgatja, ú, uh, úgy meg ő, hogy néz ki, vagy bármi. Tehát, hogy uh, igazából itt kell nagyon magunkban nézni, hogy mi hogyan viselkedünk, és még egyszer nem az a fontos, hogy mit mondasz, mert Tökény, így van. így van. Hanem a... ők mintákat követnek. Így van. A, a multivilágról sok jót és sok rosszat el lehet mondani. de Azért a, a multinacionális cégek a külföldi gyakorlatokat behozva, most már Magyarországon is egyre inkább figyelnek arra, hogy érzékenyítsék a, a munkavállalóikat. És van egy nagyon érdekes megközelítés, amikor azt mérik, segítik mérni az embereknek, hogy ők mennyire érzékenyek mások iránt. És ugye, az esetek szerint 99%-ában kiderül, hogy távolról se vagyunk annyira érzékenyek, megértők, empatikusak, mint amennyire mi szeretnénk, és ezzel nagyon jó szembesülni. Nagyon egyszerű, hogy amikor felszállsz a buszra, és ott ül egy, egy jól öltözött, szőke férfi, nő, és mellé lehet leülni, vagy ott ül egy cigányasszony, akkor ki mellé fogsz leülni? Szóval, hogy hogy nagyon fontos, hogy hogy értsük a viselkedésünket. Mm -hmm. Hogy, hogy leülünk-e mellé, vagy nem ülünk le mellé. Hogy, hogy van-e el, van -e, berzengés, előítélet velük kapcsolatban, vagy nincsen. És uh, én hát. saját tapasztalatból mondhatom, hogy, uh, hogy annál felemelőbb érzés, mint az ember a saját előítéletein túl tud jutni, kevés van igen, valahol ott kezdődik, hogy, hogy én rendben legyek magammal, rendben legyek a, a, gyerekemmel, a családommal, elfogadni azt, a, magát a tudatot, hogy a másik engem nem fogad el például egy szülő, egy barát, egy kilép, és ezen nem mérgelődni, hanem neki ez, ez nem megy, ez, hogy, hogy, ő ezt most elfogadja adott esetben. Ugye, amivel kezdtem, hogy, hogy minden barát, minden ismerős, nagyszülő így eltűntek, de de jöttek az újak, és, és sokkal értékesebbnek látom most már őket, hogy igen, aki aki nem volt oda való, akkor az menjen, oké, vége, lapozni, egy új élet kezdődik, és és abban megtalálni a, a nyugalmat és a, a rendszert, meg, meg a magunk kis életét, és ebből összehozni valamit. Nekem a szikra annak idején, hogy ezt létrehoztuk, nem gondoltam soha, hogy ekkora lesz, ennyi gyereknek, családnak tudunk segíteni, mert tényleg nem ez volt a cél, de, de ez, így, ez így jött, és szépen alakultunk. De, de egy fantasztikus közösség jött létre. Tehát itt 500 gyereknek minimum 500 szülője van, és most is festegettünk, stb. így a kis táborhelyszínt ö, alakítottuk, és, és annyira jó, amikor így felkiáltok, hogy van valakinek egy nagy létrája, és nekem is van hozom, és, és tényleg egy ilyen nagyon-nagyon jó közösség, és ö, és ott jól érzik magukat, nagyon nagy az elfogadás, min, tehát ott ne, nem baj, ha most ott kiakad a gyerek. Tudjuk jól, hogy egyet hátralépünk, ide megyünk, anya, intézi, semmi baj. És amikor mi már, mi 500 szülő vagy, nem tudom, mi már kilépünk, a, akkor mi már nem úgy nézünk a többiekre. Tehát és így nagyon szépen lassan ez így alakul, mert nekem a, az unokatestvérem is megtudja, hogy milyen jó így, meg úgy, meg amúgy, akkor már ő is egy kicsit máshogy fogja, és akkor ez egy nagyon-nagyon lassú folyamat, de, de, valahova csak eljutunk. Ez az érzékenyítés újra és újra előkerül a beszélgetésünkben, mert nagyon fontos. Ada, volt egy videóklip forgatás nem régiben, és készült egy, egy nagyon jó szám Igen. ezzel kapcsolatban. Mesélj erről nekünk. Igen, Rózsa Magdolna egy Szakács Gerg készült egy közös dala, illetve videoklipje, ami a Kék a szívem címet kapta, és ebben a videoklipben rendesül egy autizmussal élő srác szerepel, Attila, akivel mi most már többetszer dolgoztunk együtt, és ugye, ahogy Heni is itt többször elmondta, hogy, hogy milyen az ő világuk, ezt próbálja ez a videóklip képileg mutatni, hogy, hogy, ők tényleg egy kicsit máshogy látnak dolgokat, vagy, vagy ami nekik normális, az nekünk nem az, illetve fordítva. Most bejátszunk -e egy részletet a klipből. Hogy kinek mi a rossz, mi a jó, nem létezik szó, mindent áthidaló, mert amit nem tartanak semmire sem, nem is jó, semmire nem hihetem. Van az a tűz, ami benned elég, benned kevés van, de bennem elég, mindegy, hogy mit van, mi bennem alig, a lélek is, nem csak az elme Mert a külvilág néha hűtlen feleség Neked lehet rendben, ami nekem szanaszék, Nem mindenkinek ugyanaz a szép Mikor befelé néz, akit kintről látunk ha Lehet éppen boldog Hogy hogy van ez nálad, és hogy megy ez nálunk Ezek csak nézőpontok, mert ami neked semmi külsőségeket elkerülni Mert jobb állni és élni belül, mint megfáradtan egy tévhiten ülni Ha felragyog a holt szemerem, úgy a csendnél nincs szebb szerenet Lehet fele más, de egy életvitel, csak elfogadni nem érteni kell Mindig oda megyek, ahol nekem menedék A külvilág hűtlen férj nem egyéb Neked lehet rendben, ami nekem szana szép, Nem mindenkinek ugyanaz a szép mi a helyzet intézményi háttér, segítés, állami támogatás tekintetében Magyarországon? Hogy érzékelitek? Lényegében azt tudom elmondani, hogy megszületik a gyerek, elteli kettő év, mondjuk két és fél, látjuk, hogy valami nem oké, okay. bemegyünk a, jelezzük a nevelési tanácsadóba, vagy szakszolgálat, régen hívták nevelési tanácsadónak, szakszolgálatnál, akkor ö, jeleznek adott esetben, hogy ez még nem elég, várjuk meg az óvodát, majd az óvodában jeleznek, hogy valami nem stimmel a gyereknek, gyerekkel fejlesztésre van szükség, akkor bekelülünk ebbe a rendszerbe. A szakszolgálat elküld minket a megyei szakszolgálathoz, annak nem is tudom, mi a neve, diagnosztikai féleség, és ott kapjuk meg a diagnózist. Közben ez idő alatt eltelt mondjuk egy év, amíg nincs diagnózis, addig nem tekintenek semmelyik intézményben sajátos nevelési igényre, hanem egy rossz gyerekre. Tehát amíg nincs a kezedben a diagnózis, addig nem probléma, addig nem fejleszthetik az óvodában, iskolában, addig, addig nem kapott semmit. Maximum a szakszolgálaton keresztül valamiféle segítséget, de az külön helyszín, külön el kell vinni, már probléma. Nincs szakember, ezért nem mehetsz oda, azért nem mehetsz oda, majd jövőre menjél. Tehát így, így indul az út. Tehát, hogy már egy ilyen kis örögös úton vagyunk, megkapja a szülő a diagnózist, autizmus, viszont látásra. És akkor ott, ott megáll, hogy akkor most mi történik, most mi van. Nem fogja meg senki időzőjelbe a kezét, hogy elmondja, hogy ez nem probléma, semmi baj, segítünk erre menj, arra menj, ezt olvasd el, bármiféle segítséget. Itt jönnek be az alapítványok és, a, és az egyesületek, azt gondolom, hogy sok helyen itt, itt van a legnagyobb szükség első lépésben ránk, hogy hogy a szülőket megsegítsük. Szépen sorban mesélted, uh -huh. hogy mi történik, és akkor eljutottunk egy olyan pontra, amikor megszületik egy diagnózis, és a és akkor utána senki nem fogja meg a kezét. Ez azért történik, mert nincs szakember, ez azért történik, mert ezzel kapcsolatban nincsen állami döntés, vagy, vagy van egy nagyon erős állami törekvés arra, hogy valaki megfogja a kezét, de még nincsen megszervezve, nem tartunk ott. Jelenleg még Magyarországon nem létezik. De miért nem? Hát ez azt hiszem, hogy nem mi vagyunk az a pont, aki azt megmondja, hogy miért nem. Nekünk az a dolgunk, hogy Nincs, oké, okay, akkor tegyünk valamit. Tehát nem érünk rá ezen gondolkodni, hogy miért nem, meg hogy mi lett volna, ha Ö, nincs itt, egyszerűen annyira telik az idő, hogy nincs időnk erre energiát belefektetni, hogy miért nem. Persze írjuk a leveleket ide-oda, meg a hivatalos leveleket, meg az oktatási minisztériumnak, ez történik, de közben nekünk haladnunk kell. Tehát ott van egy három éves gyerek, nem kap fejlesztést, akkor meg kell oldanunk. Tehát nincs idő egy évet várni, mire majd kap, mm -hmm. hanem akkor keressük a. BCD-e vonalat. Amúgy ez, amit Heni mondott, ez a sorrend, ez még a jobbik eset, mert van, hogy ugye nem is gyanakszik a szülő még két-három éves kor között, csak mondjuk majd az iskolába, vagy még később, nyilván ott még később kezdik el a fejlesztés. Vagy például az Attila, a Bárány Attila, aki szerepelt a videoklipünkben, nekem az anyukája mesélte, hogy ő már elég pici korában, tehát ilyen Baba korába, mondta, hogy szerintem valami nem oké, két éves korában már egyértelműen nem oké, de 18 éves volt Attila, amire megkapták a diagnózist, hogy tényleg autizmussal ér. Ez Tehát elég azért, komoly probléma. Igen, viszont ö, azt azért fontos megemlítenem, hogy ugye az Együtt az Autistákért Alapítvány a Heinpá közösen létrehozott egy autista mintaházat, illetve diagnosztikai és terápiás centrumot, és ö, Szerecki Istvánik nem most már elindult a terápiás. Ö, ö, hát nem mondom, hogy kezelés, mert nem kezelés, hogy a terápiák elindultak, és, és arról annyit kell tudni, amit nekem is, is elmesélt, hogy hogy ők hosszú távon nyilván nincs kapacitásuk arra, hogy, hogy gyerekekkel foglalkozzanak, de onnantól fogva, hogyha megvan a diagnózis, megfigyelték őket, végigmennek a meneten, akkor a szülőknek is, illetve van arra lehetőség, hogy a gyereknek az óvónője, vagy oktatója, vagy bárki, aki foglalkozik vele, és nyitott erre, hogy neki is elmondják, hogy hogyan foglalkozzon a gyereke, hogyan kezeljék ezt a helyzetet. Tehát, hogy gyakorlatilag ők azért adnak egy kis tudást a kezedbe, meg eszköztárat ahhoz, hogy tudd az életeteket úgy rendezni, hogy az jól tudjon működni. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy ez egy tök jó dolog, és, és már egy előrelépés ahhoz képest, ami volt. Mennyire Érzékelhető számotokra? Mit tudtok erről? Hogy a tanárok, a, az óvodai alkalmazottak mennyire vannak érzékenyítve? Én azt látom, hogy nagyon-nagyon túlterheltek az óvónők, kevés van, és ö, ott is van egy korosztályi vonal, azt hiszem, hogy van, aki befogadó, van, aki sem. Tehát ez is annyira magától az óvodától, az óvoda vezetőtől nagyon függ, hogy ő mit enged be és mit sem. Tehát ugyanúgy, mint hogy mi, amit mondtam, hogy januártól folyamatosan az óvodák, egyszerűen szóval annyira nehéz -e bejutni. Tehát átlépni azon, az ovonőket elérni, hol ott, ott vagyunk, ingyen vagyunk, pályázatból valósítjuk meg, mindent nyomtatunk, mindent megcsináljunk, és nehéz, nagyon-nagyon nehéz. Gyakorlatilag azt adához visszatérve egy picit, hogy van a az autizmus mintaház, ami fantasztikus, viszont az fontos megemlíteni a vidéket. Tehát, hogy oké, okay, mi itt Budapest és környékén valahogy itt megoldjuk, de rengeteg rengeteg vannak, akik vidékről ö, jelentkeznek hozzánk, és hogy online segíts Ezt is persze megoldjuk, de de ők még jobban el, el van engedve a kezük, úgy érezzük. Viszont vidéken, ami pozitív, ö, ott, ott benne van még, a jó oldala a régi rendszernek, hogy kis létszám elfogadjuk őjel. Tehát, hogy olyan érdekes, hogy itt már ezt nem fogadjuk el, mert hogy, hogy képzeli, hogy 30 főben hogy viselkedik, és hogy vigyük ki, meg nem visszük el osztály Az én fiam is megkapta, hogy anyák napjára nem hívtak meg minket, nem vitték kirándulni, stb. nehéz ami nekem most friss tapasztalat, hogy voltam szülői értekezleten, mert Frejci egy közelebbi bölcsibe kerül, állami bölcsiről beszélünk, és ott a bölcsi vezető az elején ugye egy nagy beszédet tartott a menetrendről, mindenről, és volt egy pont, amit a kérdekes volt, hogy kiemelte, hogy igen, mindenféle gyereket befogadnak, illetve nem is biztos, hogy már most tudjuk, hogy mindenféle vegyes csoportok vannak, mert lehet, hogy valakiről menet közben fog kiderülni, hogy fejlesztésre vagy bármilyen egyéb segítségre van szüksége, hiszen ugye itt két hát bölcsis beszélünk, tehát ott azért még van, akiről nem lehet tudni, hogyha esetleg autizmussal él valakinél, meg már mondjuk lehet, hogy mutatkoznak a tünetek. Úgyhogy igazából ez egy tökéletes dolog volt, mert hogy ezt én még így kimondva sehol. Nem találkoztam bele se iskolába, se óvodába, se bölcsödébe, sehol. És azt gondolom, hogy ez azért egy nagy előrelépés, tehát a, ebből adódóan azt gondolom, hogy ez a vezető egy modernebb, felfogású, nyitottabb uh, típus. Én azt kívánom Magyarországnak, hogy minél több ilyen bölcsödevezető, <haz> óvodavezető, tanár, igazgató legyen, akik nyitottak erre és Foglalkoznak azzal, hogy a tanárok, a pedagógusok, akik a gyerekeinkkel foglalkoznak, azok minél érzékenyebbek legyenek mindenféle másság felé, és a mássággal élőkkel, hátányal élőkkel kapcsolatban, az autizmussal kapcsolatban is. Mert az autizmussal szembenézni egy jó dolog, és szükséges is nekünk is, a társadalomnak is, legfőképpen a gyerekeinknek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, Heni és Ada, hogy beszélgethettünk Köszönjük. együtt. Köszönjük szépen. Köszönöm. Köszönjük.